1964-ben születtem Veszprémben, szüleim mind a ketten orvosok voltak, édesapám házi orvos, körzeti orvos, édesanyám pedig házi gyermekorvos. Három nővérem és egy húgom is van, valamennyien Veszprémben tanultunk, és igazság szerint a család nyilván befolyásolta az én döntésemet. Az egyetem után egy kis Varga betűvel, de végül is sikerült a célomat elérnem, és 99-től dolgozom itt Veszprémben házi orvosként. Édesapám kollégájától sikerült ezt a praxist annak idején megvásárolni, kis Huba nevét meg kell, hogy említsem, egy nagyon kiváló szakember, és meg kell még említsem a belgyógyászi főnökömet is, Rednik András főorvos urat, mert az 5 évet, amit a belgyógyászaton töltöttem, az ő védőszárnyai alatt tanulhattam a szakmát. Most már idestova 20 éve, hogy Veszprémben itt házi orvosként dolgozom. Az apukám melletti körzetben vagyok, a 8-as körzetben, az ő a 9-es volt, és hát ez a 20 év már elég hosszú időnek mondható, hogy mondhassam azt, hogy már kellő tapasztalatot szereztem, remélem, a betegellátásban. Közel 3000 betegem van, és hát igyekszem az ő egészségüket amennyire lehet megőrizni, és egészségükre vigyázni. Minden egyes emberrel ki kell alakítani, illetve kialakítani egy olyan viszonyt, amiben egy kölcsönös bizalom meg kell, hogy teremtődjön. Enélkül nem tudunk együtt dolgozni. Nagyon nagy megtiszteltetés a Perlaki díj, hogy ezt az idén én kaphatom, és én vehetem majd át.